Dallas 4586, contact NorCal departure. May 25th, 1979. május 25-e. O'Hare reptér. Az American Airlines 191-es járata felszállásra készül. Az a repülő halálra volt ítélve. Senki sem sejtette, hogy minden utas meg fog halni. A felszállás után baj történt. Nagyon félelmetes és traumatikus lehetett. Elképzelhetetlen. De a legborzasztóbb amerikai légikatasztrófa hívójelen nem egyedi. Már egy másik 191-es járat is tragédiába fulladt. És ez még csak a kezdet. Úristen! Kétségbe vagyok esve! Ez a szám el van átkozva. Nincs tudományos magyarázat. A repülőjáratok számát számos tényező befolyásolja. A repülő útja, például az, hogy rövid vagy hosszú távon közlekedik, vagy az, hogy melyik repülőtérről indul. Ha a járatszám négy számjegyű, mint például 4191, akkor megállapíthatjuk, hogy egy rövid helyi járaton vagy ingajáraton vagyunk. Azonban, ha a járatszámunk háromjegyű, az nem egy rövid út lesz. De ha megtörténik a legrosszabb, és baleset éri a járatot, akkor a reptér gyakran törli a járatszámát. Már többször is láttam ilyet, különféle helyzetekben. Például a babonák miatt az irodaházakban nincs 13. emelet. A 9-11 után a légitársaságok töröltek minden olyan járatszámot, aminek köze volt a terrortámadásokhoz. Nehogy olyan hatással legyen az utasokra, hogy azt mondják, hé, tegnap lezuhant egy repülő, mi pedig olyan járaton ülünk, aminek ugyanaz a száma. Azonban van egy kifejezetten baljóslatú járatszám, amihez az átlagosnál jóval több tragédia köthető. A 191-es járat. Az, hogy ilyen sok 191-es járatszámú repülőgép zuhant le a világ különböző pontjain, nem lehet véletlen. Lehet, hogy el van átkozva. A nép szereti a rejtélyeket. Én is szeretem őket. Szórakoztató ilyesmiken agyalni. Miért pont a 191-es? Nagyobb erők játszanak benne szerepet? Nem hinném. De lehet, hogy nincs igazam. A 191-es háromkor hagyta el a kaput a chicagói reptéren 79. május 25-én. Bill és Corinne Borchers számára életre szóló út lett volna. Az apám, aki egy második világháborús veterán volt, mindig is kíváncsi volt Pearl Harborre, és mindig el akartak utazni Hawaii-ra, hiszen a házasságuk során soha nem mentek Nászútra. És anya akkor ment nyugdíjba. Szerintem azt hitték, hogy végre élvezhetik egy kicsit az életet. De a United Airlines sztrájkba kezdett, így Borchers-ék járatát többször is áttették. Anyám azt mondta, túl sokat variálnak, lehet mégsem kéne felülnünk erre a gépre. Mégsem kéne elutaznunk. Azt mondta, rossz előérzete van. Mi persze mind csak legyintettünk, hogy minden rendben lesz. Apám kora reggel hívott, hogy elköszönjön. Megkérdeztem, miért nem én viszem ki őket. Azt mondták, fognak egy taxit, és minden rendben lesz. Aztán jó utat kívántam nekik. Azonban a felszállást követő percekben szörnyű dolog történt. Ott repül! Mind a 271 utas és személyzet, és további két ember a földön életét vesztette. Az utasok nem tudták, hogy nem ez volt az első olyan 191-es járat, ami katasztrófával végződött. 72-ben a Priner 191-es járata egy szigetek közötti járat volt Puerto Rico területén.
A Prinair San Juan és a sziget déli részén fekvő Ponce Mercadita reptér között üzemeltette a 191-es járatot. A felszállás rendben volt, tiszta volt az ég, nagyon tapasztalt pilóta vezette a gépet, minden rendben ment. De ahogy a céljuk felé közeledtek, a helyzet rosszra fordult. Megmagyarázhatatlan okokból úgy döntött, hogy mégsem száll le, és előre tolta a gázkart, azonban már túl közel volt a földhöz. Ha a pilóta lelassítja vagy túlkormányozza a gépet, annak átesés a vége. A repülő hirtelen lezuhant a kifutóra, és a 20 utas közül 5-en meghaltak. Ezután még furcsább dolgok következtek. A közlekedés biztonság egy darabig azt gondolta, hogy a pilóta látott egy autót a kifutón, és ezért gondolta meg magát, mert nem akarta elütni a furgont, ami persze egy teljesen észszerű döntés. De egy másik nyomozás ezután megállapította, hogy a kérdéses jármű a baleset idején máshol volt, nem pedig a kifutón. A nyomozásból kiderült, hogy a jármű a baleset előtt 15 perccel elhagyta a repülőteret. Valószínűsíthető okként csak az áll, hogy megpróbált körbe menni. Mi okozta a Prinair tragédiáját? Beleillik a 191-es járatok körüli rejtélybe. Talán valami természet feletti, amit nem érthetünk. Egy májusi napon az American Airlines végzetes hívójelű Douglas DC-10-es gépe kigurult az O'Hare reptér K5-ös kapujától. Látszkapitány felszállási engedélyt kap. A hajtóművek teljes fordulatszámon működnek, és a gond nem sokkal az állásszög megnövekedése után következik. A pilóták hallottak egy puffanást. Az egyes, a bal hajtómű levált a szárnyról, és leszakadt. Egy hajtómű leszakadt, eszközök kellenek. Leszakadt egy hajtómű. A pilótáknak így is sikerült felemelkedni a levegőbe, 100 méter magasba. A gép azonban nem tudott tovább emelkedni. Úgy 50 másodperccel a hajtómű leszakadása után elszabadult a pokol. Balra billent, teljesen az oldalára fordult, és zuhanni kezdett. Pokoli menet volt. Az utasok biztos tudták, hogy valami szörnyű dolog történik. Mivel a repülő teljesen a bal oldalára, majd a tetejére fordult, a különféle aerodinamikai erők és hangok félelmetesek lehettek. El se tudom képzelni, mit érezhettek. Ott repül! Kevesebb mint 90 másodperccel a felszállás után a gép földbe csapódott. Több robbanás is keletkezett, és a repülő szürreális képpé vált. Törmelékek és emberi maradványok. A gép elég jelentős erővel csapódott a földbe, ráadásul tele volt üzemanyaggal. Esélytelen volt, hogy bárki is túlélje, egy ilyen baleset után senki sem marad életben. Sem a tűzoltóság, sem a környékbeli önkéntesek nem tehettek semmit. Katasztrofális volt. Fivérek, nővérek, apák, anyák, nagybácsik, unokahúgok. Tragikus. Melody Smith értesült először a tragédiáról. Elmondani az öcsémnek és a húgomnak, még most, 40 évvel később is könyvbe lábadt tőle a szemem. A fájdalom miatt, amit éreztem. Azt mondtam, hogy volt egy rettenetes baleset, és anya és apa meghaltak. Ráébredsz mindarra, ami már soha nem lesz ugyanolyan. Ez a legnehezebb. Ez a legdurvább amerikai légi katasztrófa, de a további katasztrófákat sikerült elhárítani.
Itt az O'Hare nemzetközi repülőteret látják. A kifutó pálya kialakítása olyan, mint 1979-ben. A 191-es járat kigurult a 32-es kifutóhoz. A felszálláskor műszaki hiba keletkezett, felfordult és becsapódott ide, majdnem a lakókocsikba. Azok, akik a lakókocsi parkban laktak, hálát adnak az égnek, hogy nem lett bajuk. Képzeljék el, ha a reptértől nyugatra fekvő kőolaj raktárba zuhant volna. A vizsgálatok kimutatták, hogy a balhajtóművet nem megfelelően tartották karban. De csak ennyi lenne. A zuhanással David Booth legnagyobb félelme beigazolódott. David Booth egy ohiói férfi volt, akinek május 14-én, azaz 11 nappal a zuhanás előtt elkezdtek furcsa álmai lenni, amikben egy széles törzsű repülőgépet látott, ami egy középnyugati városból szállt fel. Az álmai nem voltak túl pontosak, de volt bennük felszállás, ami után le is zuhantak a gépek. Minden egyes este ezt álmodta, és ez megőrítette. Tájékoztatta a légügyi hatóságot, de akkor már túl késő volt. Munkából hazafelé menet, május 25-én hallotta a rádióban, hogy egy repülő valóban lezuhant. Azt mondta, hogy lehúzódott az útról, látszott, hogy megviselte, és émeigett. Szerintem vannak, akik képesek érzékelni azon felül is, amit mi érzékeknek hívunk, azaz a látáson, halláson felül. Lehet, hogy tényleg megérezte. És nem David Booth volt az egyetlen. Valaki más is megjósolta a katasztrófát. A gép egyik leghíresebb utasa Lindsay Wagner lett volna, akit sokan a The Bionic Woman sorozatból ismernek. Ő és az anyja Los Angelesbe repültek volna a géppel, de amikor a terminálhoz értek, Lindsaynek lett egy megérzése. Kissé rosszul lett. Azt mondta, mégsem kéne felülniük erre a gépre. Így nem ültek fel. És a 191-es áldozata Judith Wex is írt a repüléstől való félelméről. Ez Judith Wex könyve, a Starting in the Middle, a középkorúakról szól. Amikor utaznom kellett a munkám miatt, úgy rettegtem a repülőktől, hogy felszállástól leszállásig remegtem. Ez a könyv 191. oldalán van, azaz megegyezik a járat számával. Furcsa véletlen, és szerintem kicsit ijesztő is. És még nincs vége. Még megmagyarázhatatlanabb katasztrófák köthetők a 191-eshez. Még sok ilyen volt. 6 évvel az American Airlines gép lezuhanása után a 191-es járatszám újra lecsapott. 1985. augusztus 2-án a Delta Fort Lauderdale-ből induló 191-es járata, aminek volt egy leszállóhelye a dallasi Fort Worth reptéren, Dallasnál lezuhant. A durva vihar miatt a reptérhez közeledve a repülő egy légzuhatagba került. Ez egy keskeny, koncentrált erő, ami lenyom egy gépet, amit arra terveztek, hogy repüljön. De a meteorológia bonyolíthatja a fizika törvényeit. A lefelé irányuló légáramlatok lenyomták a gépet. Egy ijesztő viharban voltak, de szerintem az lehetett a legrémisztőbb, amikor kinéztek az ablakon és látták, hogy egy autópálya felett vannak. Az utasok olyan közel voltak az autókhoz, hogy a hajtómű ketté vágott egy autót, és megölte a sofőrt. Földet ért, és tovább csúszott, amíg bele nem ütközött a repülőtér melletti víztározókba. 163 ember ült a gépen. A balesetben 137-en haltak meg. Természetesen nem szándékosan repültek bele a viharba. Vitatható, hogy valóban átok, vagy csak véletlen, hogy ez is pont egy 191-es számú járat volt.
2006. augusztus 27-e, Kentucky, Fayette, Bluegrass reptér. A Bluegrass kétség kívül egy csendes reptér. Ez azonban 2006. augusztus 27-én megváltozott. A Delta Connections Comair 5191-es járata elhagyja a kaput. A repülőgép engedélyt kapott, hogy felszálljon a 22-es kifutóról, de a kapitány a 26-os kifutóra vezette a gépet. A 26-os kifutó 1 kilométer hosszú volt, de ennek a gépnek közel kétszer ennyire lett volna szüksége, hogy fel tudjon szállni. Esélyesen volt. Ez a gép halálra volt ítélve. A Comair 191-es járata teljes sebességgel végig megy a kifutón, amiután csak a reptér kerítése van. Nincs hová mennie. Egy pillanatra felemelkedik, majd a földbe csapódik. Tudjuk a baleset okát, tudjuk a következményeit ennek a katasztrófának, de ez megint csak egy 191-es volt. Nemrég a JetBlue New Yorkból Las Vegasba tartó 191-es járatán a pilóta megkattant. Úristen! Kétségbe vagyok esve! Izrael és Irak! Nem, meg fogunk halni! A másodpilóta észrevette, hogy a kapitány nagyon furcsán viselkedik, így kicsalogatta az utastérbe, és amikor kilépett a pilóta fülkéből, a másodpilóta bezárta az ajtót, sőt, még a kódot is megváltoztatta, hogy ne tudjon visszamenni a fülkébe. Így a kapitány nem tudott a kóddal belépni. A másodpilóta sikeresen landol a géppel. Az utasoknak és a másodpilótának hála, aki észrevette, mi történik, elkerülték a katasztrófát. 5 baleset után a 191-es számot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nincs tudományos magyarázat. Az összeesküvés elméletek szerint a szám a hunyó. A 911 számai felcserélve. A 2004-es madridi vonatrobbantásoknak 191 áldozata volt. Véletlen vagy átok? Mindkét oldalnak jó érvei vannak, de valóban a 191-es járat átka? Vagy ezek csupán légi események, amik a járatszámtól függetlenül is megtörténnének? Bármelyik lehet. A repülőgépek néha el vannak átkozva. Lehet, hogy bizonyos számok is, és szerintem úgy törhetjük meg az átkot, hogy ezt a járatot mindenki törli az úti tervéből. Azok, akik életben maradtak, a családok, már leéltek egy egész életet a baleset óta. Rettentő nehéz lehetett tovább lépni, hiszen annyira tragikus volt. 2011-ben, 32 évvel a baleset után, jelentős erőfeszítéseknek hála, az áldozatok családjai végre emlékművet állíthattak az elhunytaknak. A háborús hősök emléknapja mindig nyár elején van. Ilyenkor mindenki a szüleimhez ment át. Most így gyűlünk össze. Nagyon szép. Mind itt vannak. Igen, úgy érzem, itt vannak. Együtt emlékezünk meg róluk. Ez nagyon szép. Igen, az. A repülés súlyos következményekkel jár. Az apróságok nagy bajt szülhetnek. A 191-es, bármelyik 191-es, ahogy sok másik baleset vagy incidens, mindenkinek rávilágított arra, hogy milyen gondok üthetik fel a fejüket repüléskor. Baj lehet a géppel, az emberrel, a technológiával, a rendszerrel. Ez egy logikus magyarázat lehet, de annak, aki beleásta magát a rejtélybe, így is kételjei vannak. Annyiféle számot rendelnek a repülőkhöz, hogy a tény, hogy ilyen sok 191-es lezuhant, szerintem azt jelenti, hogy el van átkozva. Nem félek a repüléstől, bármilyen járatszámú gépre felülök, de ha ez a szám a 191-es lenne, valószínűleg elgondolkodnék egy kicsit.